szemnyes földet, kiárasztom rád az én lelkemet, áldott leszel örökké. Én az Úr vagyok, a Te Istened, vízzel öltözöm szomjas földet, kiárasztom rád az én lelkemet, áldott leszel. Most pedig szeretném, hogy forduljunk az igéhez. Az elmúlt vasárnap a Dániel könyvével foglalkoztunk, és megnéztük a Dániel könyvében, ugye a Dániel második rész, ha jól emlékszem, ugye, a Dániel második részből olvastunk, amikor megnéztük a négy világbirodalmat, és ezt azért tettük, mert a Bibliában benne van a mostani névvándorlás, ami történik itt Európában, és szerettem volna nektek elmondani, Isten lelke nagyon indított, hogy ami most történik itt Európában, az egy bibliai esemény. A népek vándorlása, keveredése, az megírt esemény, az utolsó világbirodalom, a Jézus Krisztus 1000 éves békeországlása előtt, ugye a szellemi öröksége, a szellemi örökségképpen a római birodalom, ami annak a területi lefedettségéből adódik, illetve a szellemi örökséget, amit átvett az Európai Unió. Ugye ezen a területen mi tulajdonképpen egy újkori római birodalomban élünk, tulajdonképpen csak nem így nevezik ezt a birodalmat. És a Biblia leírja, hogy mielőtt az Úr Jézus visszajön, és megalakítja a saját királyságát ezen a földön, előtte ez a birodalom lesz az utolsó, és az utolsó pillanatokban egy nagyon fontos esemény következik be, a népek vándorlása következik be, amikor népek, nemzetek jönnek és vándorolnak ide be Európába, és keverednek, és azt mondja a Biblia, hogy annyira sok nép és nemzet keveredik össze az európai népekkel, nemzetekkel, hogy ez a gazdaságilag, politikailag nagyon erős nép Amerikával együtt, mert Amerika Európa gyermeke, és a római birodalmat ez a két ország alkotja szellemi értelemben, úgy hiszem és úgy látom, Európai Egyesült Államok és az Amerikai Egyesült Államok, amely mindegyik egy szövetségi rendszeren épül fel. Ez jelképezi a Dániel könyvében a nagy állóképben a lábfejet, a 10 lábújjal. Ugye lábújakból, szövetségekből épül fel ez a láb, és le van írva a Bibliában, hogy miután a népek, nemzetek vándorlása bekövetkezik, utána ez a nagyon erős birodalom Amerika és Európa, én így látom, részint erős lesz, rendkívül erős lesz gazdaságilag, hiszen megint most készüljetek fel, mert egy újabb gazdasági válság következik a világra, hamarosan. Megint, ez a válság most nem Amerikából fog érkezni valószínűleg, hanem érkezni fog az arab országokból, és arról a területre fog érkezni, és részben ez elől menekülnek az emberek, akiket most láttok, tudják, érzik a benseikben, hogy mérhetetlen szegénység és nyomorúság jön arra a vidékre. És csapások jönnek, ezekről majd fogunk ma beszélni, és még valami, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos ezzel kapcsolatosan, az az, hogy miután bekövetkezik ez a keveredés, akkor ez a végtelen erős birodalom, amely megelőzi Krisztusnak az eljövetelét, visszajövetelét, és azt mondja, hogy azután már nem lesz több világbirodalom, ugye az ő királysága már nem száll semmilyen népre, semmilyen nemzetre, ő lesz az, aki majd vasvesszővel legelteti a népeket, ezekről majd fogunk még beszélni részletesen. De mikor ez bekövetkezik, részint tehát erős lesz ez az ország, ez a birodalom, és részint pedig nagyon gyenge, ugye, hogy a vas keveredik a cseréppel, ez azt jelenti, hogy folyamatos törések és roppanások fogják elemezni Európát ezután. Ami azt jelenti, hogy egészen a társadalomban lévő elégedetlenségek, tüntetések, zavargásoktól kezdve el fog menni egészen az én látásom szerint, amit Isten nekem megmutatott, a polgárháborúig. Tehát Európában valahol hamarosan lesz egy polgárháború. Nem mondom ki az országot, mert nem vagyok teljesen biztos benne, de ha biztos teszek, majd kimondom. Polgárháború felé halad Európa, tehát törések lesznek, a vas a cserép mentén mindig törni fog, roppanni fog, ezért a közbiztonság nagyon gyenge lesz, ezért
az emberek életében rendkívül sok félelem jön Európába, de ugyanakkor gazdaságilag jól fognak élni az emberek itt, ahhoz képest, hogy a világban hogy élnek, de emellett rendkívül sok kontroll lesz, rendkívül sok fájdalom lesz, rendkívül sok zavargás, tüntetés, és rendkívül sok gyilkosság. Ez vár Európára. Ezt mutatta meg nekünk a Dániel könyve, tehát benne van ez a Bibliában, és miután ezt az igéhirdetést elmondtam, ugye nagyon sokan felzaklatódtak és idegesek lettek, néhányan pedig mondták, hogy halleluja, megértettük, hogy mit mond az ige. Ez azt jelenti, hogy egyrészt örülhetünk, hogy Európa nem hullik szét, mondjatok egy ámen, mert ebben az áll, hogy ez meg lesz, megmarad addig, ameddig a Messiás vissza nem jön. Másik oldalról pedig készülnünk kell, ugyanis nagyon sok minden okozza majd ezt a háborút, és polgárháborút, és az elégtelenséget, és erre föl kell készülni a kereszténységnek egyrészt, másrészt pedig rendkívüli módon aktívá kell válni a kereszténységnek Európában. Nem az események után kell mennie, hanem fejnek kell lennie, mondjatok egy ámen. Megelőzni a folyamatokat, és előbb lépni, mert azt tudnotok kell, hogy ami most történik, ugye ezeknek az embereknek az egy része tényleg szegény és nyomorult, akik valóban a szegénység, a háború elől menekülnek, de ez a kisebbik része ennek a tömegnek, ami most jön. A nagyobbik része olyan ember, aki egyszerűen csak jobban szeretne élni, illetve tudatosan beküldik, és ki kell mondani, hogy ennek egy kisebb százaléka terrorista. És ezek az emberek nem azért jönnek, hogy Európába békét hozzanak, hanem hogy itt folytassák a háborút. Tehát ez nagyon veszélyes szituáció. A másik oldal pedig, ezek az emberek nem azzal a terve jönnek Európába, hogy a mi Istenünket elfogadják. Egy része valószínűleg elfogadja, mondjatok egy ámen. Egy része valóban az Úrhoz fordul. De a másik része az lesz, hogy iszlám államokat alapítsanak. Iszlám szigeteket hozzanak létre, és tudatosan az Istenüket akarják terjeszteni, és az az egyik céljuk, hogy mecsetek legyenek minden európai nagyvárosba, és a hitük felemelkedjen, és tulajdonképpen az Európa nem veszi most észre, hogy egy iszlám hadjárat folyik Európa ellen, aminek a lényege az lesz, hogy ők majd követelni fogják a jogaikat, követelni fogják, hogy épüljenek a mecsetek, majd figyeljétek meg, és követelni fogják, hogy több jogot kapjanak, mint a kereszténység. Látjátok azt, hogy a liberális eszmének az egyik jellemzője az, hogy sokkal több jogot ad a menekülteknek, mint a helyi lakosoknak. És mindenben van ilyen torzulás. A bűnözőknek több joga van, mint a becsületeseknek. Az adórendszertől kezdve mindenütt ez megy, hogy több jogot biztosítanak, és sokkal kevésbé jogokat biztosítanak annak, aki az egyenes úton jár. Hogyha te el akarsz menni egy másik országba, neked vinned kell a papírjaidat, nézd meg, itt százezrek mennek Európa útjain, nem fogadnak szót a rendőrségnek, már most nem. Az első lépésben sem fogadnak szót. Persze ilyenkor azt mondják, hogy fel vannak zaklatodva ezek az emberek. Ezek szétdobálnak minden szemetet, ezt a kultúrát hozzá. Tehát tudnunk kell, hogy kiket fogadunk be. Ezeket az embereket rendkívül szeretni kell, és nagyon-nagyon imádkozni értük, hogy hát ha megtérnek, és hát ha változni fognak, mert nem értenek semmihez. Tehát ugye ők nem szakemberek, akik majd érteni fognak, és a táborokban villanyszerelőként, könyvesként elmennek majd dolgozni, és saját életet kezdnek, hanem az állam nyakán fognak nagy része élni. És csak akkor fognak tudni dolgozni, ha Európa őket kiképezi. Iskolába járatja őket, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy hosszú folyamat, amiben belement Európa, és tegnap a híradóban azt mondták, végre kimondták, Európa elérkezett egy történelmi pillanathoz, innenstől kezdve teljesen más lesz ez az európai civilizáció. Ezért most ebben egyetlen megoldás van, hogy változások jöjjenek, a kereszténység. Semmi más nem hozhat változást, csak az Isten igéje, csak a Szentlélek. Nincs más. És még egy gondolat, mielőtt belevágunk a mai tanításba, hogy az iszlám mindig erőszakkal terjed. Tehát tudni kell, hogy ez nem egy havervallás. Nézzétek meg, hogy a világ sajtó nem beszél arról a sok tízezer keresztényről, akik most ebben az évben, meg a tavalyi évben megöltek. Tehát ezek nem játszanak. Természetesen a menekültek nagy része ártatlan ember, aki nem akarja ezt csinálni.
De ott vannak a radikálisok közöttük, akik ezt akarják csinálni. És tudni kell, hogy ők viszont tűzzel, vassal ragaszkodnak ahhoz, hogy ez előre menjen, és ezért nagyon fontos azt is megértenetek, hogy ennek útjában csak egyetlen egy dolog áll, egy erős kereszténység, amely hisz és működteti a hitét. Működteti a hitét. Másképp régiónként nagyon-nagyon nagy változások fognak érkezni. Most pedig szeretnék beszélni, és bele szeretnék vágni egy olyan témába, ami szintén rendkívül fontos és csatlakozik ehhez. A hét pecsétről szeretnék beszélni. És szeretném el is olvasni az Isten igéjéből ezt, és szeretném a Jelenések könyvének az ötödik részének az első két-három versét, és utána pedig a hatodik részből szeretnék olvasni. Kérlek, hogy gyertek velem, jó? Így mondja az Isten igéje. És látték annak jobb kezében, aki a királyi székben ül, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És látték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiállta, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit. Senki sem a mennyen és a földön és a föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki nem talált eddig méltónak a könyvet felnyitására, elolvasására és a ránézésére sem. És egy a vének közül mondanékem, ne sírj, imé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa a 7 pecsétjét. Amen. Dicsőség az Úrnak. Menjünk a 6. részhez. Első vers ezt mondja. És láttam, amikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a 4 élőlény közül egy mondja, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj és lásd! És láttam, és imé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adaték néki korona, és kijöve, hogy győzve, győzzön. És amikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második élőlény ezt mondá, jöjj és lásd! És eljöve egy másik veres ló, és aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adaték annak, hogy egy nagy kard. És amikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik élőlény mondná, jöjj és lásd! Látám azért, és ime egy fekete ló, és annak, aki azon üle, egy mérleg volt a kezében, és hallik a 4 élőlény köz szózatot, amely ezt mondta. A búzának mércéje 1 dénár, és az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és az olajat ne bánsd. És amikor felnyitotta a 4. pecsétet, hallám a 4. élőlény szavát, amely ezt mondta. Jöjj és lásd! És látám, imé egy sárga színű lő, aki rajta üle annak neve halál, és pokol követte azt, és adaték azoknak hatalom a földnek 4. részén, hogy öljenek, fegyverrel, éhséggel, halállal és a földnek fenevadai által. És amikor felnyitotta az 5. pecsétet, látám az oltár alatt azoknak a lelkeit, akik megölettek az Istennek igéjéért és a bizonságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhá, és mondaték nekik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik, amit az ő szolgatásaiknak, mind az ő atyafiaknak száma, akiknek meg kell még öletniük, mint ahogy ők is megölettek. Ezután látám, hogy mikor a 6. pecsétet felnyitotta, émé nagy földindulás lett, a nap feketévé lett, mint a szörzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér. És az ég csillagai földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. Az ég eltakarodik, mint amikor a papírtekeset összegöngyölik, és mindegyik hegy és sziget helyéből elmozdítaték. És a földnek királyai és fejedelmek, gazdagok és vezérek és hatalmasak, minden szolga és minden szabad elrejti magukat a ballangokba és a hegyekbe és a kősziklákba. És mondának a hegyeknek és a kősziklákna, esetek
Esetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert ki jött az ő haragjának a nagy napja, és ki állhat meg. Eddig, és a hetediket még nem olvastuk el, majd később, majd valamikor el fogjuk olvasni. Ugye itt egy szünet van, közben még sok mindent beszél az ige, és aztán jön majd a hetedik pecsét. Szeretnék sorba menni, hogy mindenki megértse. Hányan mondjátok becsületesen, hogy a jelenések könyvét nem értitek? Oké. Két dolog oka ennek, hogy a jelenések könyvét nem értjük, illetve három. Az első oka, hogy a jelenések könyvének a prédikálásához nem elég a bibliai tudás, kijelentés kell. És ezért nem merik sokszor a pásztorok elővenni, mert nincs kijelentésük. Hányan örültök, hogy az Úr szólt hozzám, és adott engedélyt, és mutatott dolgokat. Dicsőség Istennek. A második dolog, ami nagyon fontos, hogy teljes bibliai ismeret kell hozzá. Az egész írást ismerni kell. Nem elég egy-egy részt, hanem az egész írást kell ismerni, mert máskülönben, amikor az ember nem az egész írás fényében vizsgálja ezt, akkor sötétség lesz és zűrzavar. A harmadik nagyon fontos dolog, hogy ebben a jelenések könyvében nem happy dolgok vannak megírva. És tudjátok, hogy hát nem egyszerű, hányan tudjátok, hogy nem öröm hirdetni ezeket a dolgokat. Szóval ez egy óriási teher és óriási felelősség ezekről beszélni, és nem népszerű ilyenkor az ige hirdetés, és hát nagyon sok prédikátor igyekszik elkerülni, hogy olyan témákat érintsen, amelyeket az emberek esetleg nem szeretnek hallani. A negyedik dolog pedig az, én hiszem, hogy nagyon sok mindennek még nem jött el az ideje, ezért nem hirdették, ugyanakkor pedig úgy érzem, hogy most nagyon sokat fognak a jelenések könyvéből prédikálni, figyeljétek meg, mert eljött az ideje, hogy a pecséteket megértsük. Emlékeztek, hogy Dániel mit mondott? A Dániel könyvében úgy fejeződik be a 12. rész, hányan olvastátok el lelkesedésből a Dániel könyvét? Legalább azt a részt, amit hirdettünk. Jóval látom, hogy aktívak vagytok. A Dániel 12 úgy fejeződik be, hogy Dániel, amit mutattam neked, az nem most fog beteljesedni, ezért pecsételd le ezt a proféciát, és majd eljön az idő, amikor ezt föl fogják bontani, de most ez lezár dolog lesz, és senki nem fog érteni. És ne is keressétek. Pecsételd le. Ne foglalkozz vele. Ne akard megérteni, vagy ne akard, hogy mások is megértsék, mert nem mostanra szól. Érdekes ez, hogy a könyvet akkor lepecsételték. Lezárták. Amit Dánielnek mutattak, és csodálatos dolog az, hogy itt, amit olvasunk, figyelitek, hogy mivel kezdtük az igét ma olvasni? Hogy Jézus Krisztus pedig elővette a könyvet, és felnyitotta a pecséteket. Az én véleményem szerint az első dolog, amit szeretnék elmondani, és végigmegyünk az alapvető dolgokon, hogy mindenki értse. Segíteni szeretnék, jó? Tehát az első, hogy ez ugyanaz a könyv. Ez ugyanaz. Amit Dániel lepecsételtek, amit nem lehetett akkor megérteni, amit nem lehetett akkor hirdetni és tanítani, mert nem arra az időre szól, most Jézus Krisztus ezt a könyvet fölbontotta, és fölnyitotta. Kettő. Mi ez a könyv? Hányan vagytok kíváncsiak, hogy pontosan mi ez a könyv? Nagyon fontos, hogy megértsük. Szerintem ez a könyv két dolgot jelent. Az egyik, ez a könyv az emberiség történelmének a könyve, amit az Atya írt. Leírta az Atya a világ teremtése előtt már, kezdett ebbe a könyvbe írni. És folyamatosan írt bele, mindig írt bele, még mielőtt megtörténtek volna a teremtések, megtörténtek volna a különböző munkája Istennek, ő előre leírta, hogy mit fog csinálni. Előre leírta a föld történelmét, előre leírta azokat a dolgokat, hogy mi fog történni az emberiséggel, és lepecsételte ezt az egészet. Két ok miatt. Az egyik, nagyon fontos, hogy Isten olyan tudást senkinek nem ad, amit nem tudsz használni. Tehát ha amikor még nem volt erre szükség, hogy ezt megértsék az emberek, ezért fontos volt, hogy el legyen rejtve. Te is így neveled a gyerekedet, hogy olyan tudást nem adsz neki, amit nem tud használni, mert veszélyes lehet ránézve. Tehát például egy 2 éves gyereknek nem tanítjuk az autóvezetést.
ő szeretné megtanulni. Van ott az utcánkban egy család, ahol mindig azzal kísérletezik az apa, hogy amikor este jönnek, ugye a mi utcánkban véget ér az aszfalt, és akkor ül a kicsi a volánnál az apja ölébe, és ő vezet. Én csak mondanám az édesapának, figyeld meg, előbb-utóbb ellopja a kulcsot, és menni fog vele. Addig-addig kísérletezel vele. Mert még pici ehhez. Az egyik ismerősömnek is ugyanezt csinálta a családja, és beült a mikrobuszba, beindította a buszt, és kiment az ajtóval együtt a garázsból a kisgyerek. Tehát amikor még nincs itt az ideje, nem közlünk információ. De amikor eljött az ideje, amikor felnőtt az Isten népe, mondjatok egy álmét, amikor szükséges, akkor megmondjuk. A másik ok, mert minden információnak hatalmas terhe van. Már most is többen elmondták, hogy félünk. Ó, de hogy ne féljetek. Ezek nekünk azért vannak megírva pont, hogy ne féljünk. Hányan mondtak egy ámen? Hogy nekünk azért van megírva a jelenések könyve, nekünk azért van megírva a Dániel könyve, hogy bízzunk az Istenbe, hogy minden kontroll a kezében van. Hogy Isten mindent tud előre. Hogy ő már ezt tudta előre, hogy így fog menni a dolog, és a kezébe tartja a kontrollt, és nem kell félnünk, mert megsegít minket, és ha ő előre tudta ezt, előre látta ezt, akkor bízhatunk benne, hogy a megoldásai is működnek, mondjatok egy ámen. De amikor eljön az ideje, akkor szükséges, hogy tudjuk, hogy a bizalom Isten felé még nagyobb legyen, szükséges, hogy tudjuk azért, hogy felkészüljünk, és szükséges azért, hogy a gyülekezet, a keresztény nép megtegye a szükséges lépéseket. Kérdezem tőled, ha egy nagy utazásra készülsz, mondjuk el szeretnél utazni Amerikába, vagy hajón el szeretnél utazni, mondjuk szeretnél egy nagy hajóutat tenni valamelyik szigetre, mit szoktál csinálni? Két dolgot csinálnak az emberek általában, sok minden mellett, amit mindenki csinál. Az egyik bepakol mindent, amire szüksége lesz, és aztán pedig felkészül. Isten ugyanezt akarja. Testvére, gyülekezet, mindent vegyünk el Istentől, amire szükségünk van, és készüljünk fel. Mert ezek az események be fognak következni. És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a könyv, a Föld történelme, a Földnek a könyve, a földi életnek a könyve, ahol le van írva, hogy mi fog az emberiséggel történni, és ezért lett ez zárva 7 pecséttel. Jön a harmadik kérdés. Nem baj, hogy helyettetek teszem fel a kérdést? A harmadik kérdés az, hogy mikor és ki nyitotta fel ezt a könyvet. Ez az esemény még előttünk áll, vagy most történik, vagy esetleg már a múltban elkezdődött. Be fogom bizonyítani nektek Isten igéjéből, a Szentlélek által, hogy ez az esemény pontosan akkor következett be, amikor a názareti Jézus feltámadt, dicsőség az Úrnak, és felment a mennybe, és beült az Atya jobbján a trónjába, dicsőségnek, és most is ott van, és jól van a mi Urunk, és áldott a mi Urunk, és az egyik dolog, ami történt vele, hogy oly nevet kapott, amely minden név fölött való, és meghajolt előtte minden a mennyen és a földön. A másik dolog, ami történt, hogy az Atya odahozta ezt a könyvet, és ebben a pillanatban olvassuk az igét, a názareti Jézus mennybe menete után többek között megkapta a 7 pecsétes könyvet, amit addig senki nem tudott felnyitni, senki rá nem tudott nézni, mert győzni kellett a judabeli oroszlánnak. Hányan mondjátok, hogy a judabeli oroszlán győzött? Jézus Krisztus győzött. És a győzelmeként nem csak új nevet kapott, nem csak biztosította számunkra az utat a mennybe, hanem többek között megkapta ezt a titokkönyvet, megkapta ezt a mennyei Bibliát, ha így lehet ezt mondani, megkapta, amiben megismerhette, hogy mit tervez, vagy mit lát az Atya, hogy mi fog történni az emberiséggel. Jelenleg tehát Jézus előtt nincs semmi titok. Minden tud. Ami megvan írva ebbe a könyvbe, minden tud. Hányan vagytok ezért hálások? Oda vitte az Atya ezt a könyvet, és azt mondta az Atya, fiam, neked adom ezt a könyvet,
És el tudjátok képzelni, mi történt? Én hiszem, hogy abban a pillanatban Jézus Krisztus elkezdte felnyitni a pecséteket. És azt hiszem, hogy akkor ott, nem sok idő múlva, egy pár évvel később, bekövetkezett, és el fogom nektek mondani, hogy felnyitott az első pecsétet. És azóta is nyitja a pecséteket, és az a személyes hitem, hogy amíg az összes pecsét fel nincs nyitva, addig nem jöhet az Antikrisztus. Ezért az egyik legfontosabb jel, hogy minden pecsét legyen feltörve, és egyetlen titok se legyen titok, hogy mindent értsen meg az egyház, és amikor ez bekövetkezik, végbe mennek ezek az események, amik le vannak írva, akkor jöhet. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mi történik. Tehát jelenleg Jézus Krisztus kezdte el a pecséteket felnyitni. Hányan hiszitek ezt? Jelenleg is tart a pecsétek felnyitása, fogunk erről beszélni. És akkor kezdődött el, amikor megkapta ezt a könyvet, és amikor be fogja fejezni a pecséteknek a feltörését, akkor jön el az a 7 év nagy nyomorúság, amiről a Biblia beszél, ami bele fog torkolni közvetlenül az 1000 éves királyságba és az elragadtatásba. Ugye ezekről majd fogunk beszélni. Nagyon-nagyon fontos események ezek. Most olyan csendben vagytok valami miatt. Csak nem tán érdekel benneteket ez a téma. Tehát akkor foglaljuk össze. A könyv, a Föld és az emberiség történetének a könyve, amiben az Atya leírta a legfontosabb eseményeket. A názareti Jézus Krisztus kapta meg ezt a könyvet a feltámadása után. Az Atya megengedte neki, hogy nyissa ki a pecséteket. Jézus rögtön elkezdte kinyitni a pecséteket, és ez azóta is tart. És amikor befejezi, akkor azt gondolom, hogy jön a harmadik világháború, ami még hátra van, az első két nagy világháború után jön egy harmadik világháború, azt a Biblia armagedoni csatának nevezi, amely még előttünk áll, és a világ legpusztítóbb háborúja lesz, de az a jó hír, hogy addigra az egyház elragadtatik. Dicsőség az Úrnak. Tehát nem kell félnetek, mert Istennek minden válsághelyzetre, minden nehézségre megvan a terve, és a népét biztonságba helyezik. Hányan láttátok azt, hogy Illést hogyan tartotta az Úr a éjség idején? Hányan láttátok, hogy Józsefet hogy szabadította ki a börtönből, hogy őrizte meg Egyiptomba? Hányan láttátok, hogy Józsefet hogy segítette meg az Úr? Hányan, hogy Jákobot hogy segítette meg az Úr? Hányan, hogy Mózest hogy segítette meg az Úr, hogy meghalljon csecsemőként? Miért ne hinnénk az Istenbe, hogy igaz, hogy ő meg tud minket tartani, meg tud minket segíteni, és a tervébe ott vagyunk, dicsőség az Úr. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, nagyon-nagyon fontos események. Nézzük az első pecsétet. Belevághatunk? Az első pecsét. Ugye, miután megkapta ezt a könyvet a názareti Jézus a mennyben, miután győzött ő a júdabeli oroszlán, és méltó lett arra, hogy felnyisse azt a könyvet, aki győzött, hogy megismerje a történelemnek azt a részét, ami még most hátra van. Az első pecsétet nyitotta fel, és az első pecsét így hangzik, újra elolvasom még egyszer. És látám, hogy amikor a bárány a pecsétektől egyet felnyitott, hallám, hogy a négy élőlény közül monda minden megdörzsésnek szavával, jöjj és láss. Egyébként pedig, itt csak álljunk meg egy pillanat, a jelenések negyedik részéhez hajtsatok, kérlek benneteket, és nézzük meg a hetedik verset. Jó? Csak azért, mert ezt is értenünk kell. Hogy kik ezek az élő lények? Pontosan leírja itt az ige. Az első élő lény hasonló volt az oroszlánhoz, a második élő lény hasonló a borjúhoz, és ezekről is már fogok beszélni. Hogy mit jelképeznek ezek? A harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint az embernek, és a negyedik élőlény, mert figyeljétek meg, hogy az első négy pecsétet ezek az élő lényeknek a szavára nyitották fel. Ugye azért fontos, hogy lássuk, hogy kiknek a szavára. Tehát a negyedik élőlény hasonló volt a repülő sashoz. De az ige azt mondja, hogy látám, amikor a bárány a pecsétekre egyet felnyitott, hallám, hogy a négy élőlény közül egy monda mindegy mennydörgésnek szavával, jöjj és lásd. Miért van itt írva, hogy mennydörgésnek szavával? És kinek van írva, hogy lásd?
Én hiszem, hogy ennek a teremtett lénynek van írva, gyere, nézd meg, mi fog történni, amikor te fogsz kiáltani. És mi történik itt? Itt egy oroszlán van. Ezért van írva, hogy amikor ez az oroszlán elordította magát, ez a teremtett lény, akkor olyan volt, mint a mennydörgés. Hallottatok már oroszlánt ordítani? 6 és 10 kilométerről is hallatszik. És olyan ereje van, hogy szinte remeg a föld tőle, amikor egy hím oroszlán ordít. És gondoljátok el, amikor felnyitotta az első pesétet, elordította magát ez a teremtett lény, ez az oroszlán, remegett minden. Mi fog most történni? Az első pecsét fel lett szakítva, és nagyon izgatottak vagytok, hogy mi? Én is addig, amíg nem tudtam. De az Úré minden dicsőség. Tehát azt mondja, felnyitotta, és hallám, hogy a négy élénk közül egy monda, mint egy menő dörgésnek szavával, jöjj és lásd. És láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülnek íj volt a kezében, és adaték neki korona, és kijöve, hogy győzve, győzzön. Eddig az ige. Akkor vegyük végig, és szeretném akkor megnézni az első pecsét, hogy mit is jelent az első pecsét, mert ezekben az időszakokban élünk jelenleg, a múltban, a jelenben és a jövőben ezek a pecsétek fognak rendkívül nagy jelentőséggel működni, és hogyha ezt megértitek, akkor látni fogjátok, hogy amikor Dániel beszélt a negyedik birodalomból, akkor ez összefügg ezekkel, ami itt le van írva. Nézzük ezt meg. Tehát látjuk, hogy ez a oroszlán arcú teremtett lény kiáltja el magát, és felnyitják a pecsétet, és azt mondja, hogy fehér ló. Most két fontos tanítást mondok el, mert mindenki válogassa ki, hogy melyikbe hisz. Én el fogom mondani, hogy én melyikbe hiszek. Elmondom becsületesen mind a kettőt, hogy miben hisznek. Az egyik, nagyon fontos dolog, hogy az százszázalékosan biztos, hogy a négy ló négy szellemet jelent. És a lovasai is szellemeket jelentenek. Tulajdonképpen egy erős szellemen ül egy másik szellem, ez egy jelképes beszéd, amit le van írva, akik hatalmat kapnak és lehetőséget kapnak, hogy a világtörténelemben Krisztus feltámadása után egészen az armagedoni csatáig dolgozzanak és cselekedjenek. Ezekről majd fogok konkrétabban is beszélni, hogy megértsétek. Na most, nagyon-nagyon fontos az, hogy a fehér lót az egyik része a kereszténységnek azt hiszi, hogy az Antikrisztusnak a szelleme, és aki rajta ül, az Antikrisztus. Ezt hiszik, aki bejárja majd az egész földet, és hatalmat kap arra, hogy legyőzze az Isten szentjeit, ahogy itt le van írva. Ők ezt hiszik, és azt hiszik, hogy ez az esemény még nem következett be, az első pecsét még nincs feltörve, meg nem érkezett ez meg. Ők ezt mondják, egy teljesen más tanítás, ugyanis a pecséteket nem lehet felcserélni, ugye értitek logikusan, nem lehet a hetedik pecséttel kezdeni, nem lehet a hatodikkal, az első, meg elsőnek kell először bekövetkeznie, utána jöhet az összes többi. Ha ez így lenne, és így van, hogy ez az Antikrisztus és az Antikrisztus szelleme, a ló az Antikrisztus szelleme, és aki rajta ül maga az Antikrisztus, aki majd körbejárja az egész világot, és hatalma alá hajtja a népeket, és egy átsza, hogy ő fehér ruhát ölt fel, és becsapja a népeket, nemzeteket a hamis evangéliummal, a hamis igehirdetéssel, akkor ez az esemény még nem következett be, vagyis, amit én eddig elmondtam nektek, az nem igaz, hogy a pecsétek egy része már fel van törve. Hanem majd a jövőben lesz előttünk, és minden pecsét majd a jövőben lesz feltörve. Aki ezt akarja hinni, higgye, én nem rombolom senkinek össze a hitét, elmondom, hogy én mit hiszek. Megmondom azt is, hogy miért. És közben nagyon nagy tisztelettel vagyok az előző tanítók felé, akik tanítottak engem, de most már úgy érzem, hogy többet látunk most az egyház, mint abban az időben ők, hiszen a Szentlélek azóta már nagyon sok mindent kijelentett. Egyszerűen csak ennyi az oka ennek. Nem a mi okosságunk, nem a mi bölcsességünk miatt, hanem azért, mert a Szentlélek dolgozik, hányan mondtak ámen. Dolgozik, és a fiú tanít. Én azt hiszem, és nem akarom senkit befolyásolni, én azt hiszem, hogy ez a ló a Szentlélek, elmondom azt is, hogy miért, és a lovas Isten igéje.
Elmondom, hogy miért. Azért, mert először is van egy nagyon fontos kifejezés a végén, és majd mondom tovább. Egy, az van írva, hogy kijöve, hogy győzve, győzön. Nézzétek meg az eredetiben, hogy ez a kifejezés, hogy győzve, győzön mit jelent. Nem tudom, hogy tudjátok-e. A győzve, győzön azt jelenti, hogy végső és totális győzelmet arasson. Ez soha nem vonatkozhat az Antikrisztusra. Egy átmeneti győzelmet arathat, és megvan írva a Bibliában, hogy Izrael ellen fog egy csatában nyerni. Tudjuk, hogy a 3,5 évben majd, amikor ő Jeruzsálemben megköti a békeszövetséget, akkor 3,5 évig megtartja majd a szövetséget, a 3,5 év után megtöri majd a szövetséget, és Izraelt leigázza. Tehát megadatik neki arra, hogy győzzön a szentek felett, de azt is hiszem, hogy a gyülekezet felett soha nem tud győzni. Mert ha ő győzne a gyülekezet felett, mi soha nem ragadtatnánk el. Lehetetlen, hogy legyőzze az Isten szentjeit, én ebben nem hiszem. Én azt hiszem, hogy elragadtatnak a keresztények. Mert hogyha ő győzne, akkor mi itt maradnánk a földön. Ezt mondja a Biblia, a szentek. Én a szenteket itt Izraelre értem. Izrael itt lesz addig a földön, amíg az egyház elragadtatik, és a szenteknek ez a része a mennyben fogja ünnepelni a mennyegző. Dicsőség az Úrnak. Áldott legyen az Úr neve. És Izrael a szentek másik része, meg vár a megtérésre, és megengedik az Antikrisztusnak, hogy tapossa őket. Valóban így van. De totális győzelmet nem arathat sem Izrael felett, mondjatok egy ámen, sem a szentek felett. Mert a győzve győzön a kifejezés egyértelmű és világosan a Bibliában azt jelenti, hogy totális, végső, teljes győzelem. Ezért mondom, hogy én szerintem ez a Szentlélek és Isten igéje. És elmondom nektek azt, hogy miért gondolom azt, hogy a pecsétet feltörték már, mert amikor Jézus felment a mennybe, szerintem ez a pecsét az, amikor elindult a fehér ló, és a világ népeit, nemzeteit 2000 éve járja. És ahol elfogadják, ott a ló megy, hirdet egy Isten igéjét, a Szentlélek viszi az igét, mondjatok ámen, viszi az igét, és mielőtt bármilyen csapás jönne, Isten a kegyelmét kínálja fel. Még mielőtt bármilyen más ló jönne, bármilyen más veszedelem lovagolna is jönne, előtte Isten az igét, felkínálja a kegyelmet, hogy gyertek és térjetek meg. Más, harmadik dolog. Soha nincs írva a Bibliában arra, hogy fehér ruhát vesz fel a sátán. Egy démonra sincs felírva, világosság angyalának, ne tévesszétek össze a kifejezést, több mint 70-szer van írva a Bibliában a fehér ruha. Nézzétek meg! Ha nem hiszitek, én megmutatom nektek a jegyzetemet. 70-szer van leírva a fehér ruha, és egyetlen egyszer sincs leírva az ördögre. Világosság angyalának mutatja magát, olyan van, de fehér ruhában, csak egyedül Jézus Krisztusra. A jelenések könyvében mindjárt elolvassuk, amikor ismét megjelenik az Úr fehér lovon és fehér ruhában. És akkor már nála lesz a kard. Tehát még egyszer én senki hitét nem akarom összerombolni. Aki azt hiszi, hogy az Antikrisztus és az Antikrisztus szellem ez a ló, higgyen ebben. De akkor még nem törettek fel a pecsétek, én pedig azt hiszem, hogy ez már az evangélium, az ige, a Szentlélek által hirdetve. És ez elindult, és azt hiszem, hogy 2000 éve járja a népeket, nemzeteket, és nézzétek meg, nagyon fontos, azt is megértenetek, hogy a lovak egymás után jönnek. Tehát vagy úgy van, hogy az evangélium hirdetése előtt jön egy háborús veszedelem, és utána megtérnek a népek, nemzetek, akik ebben részt vettek, történelem ezt igazolja, vagy pedig miután Isten kegyelme kiárad egy nép és nemzet életébe és megtérnek, és nagy kegyelem árad ki a nép és nemzet életébe, és elhagyják az Urat, utána jön a háború és a veszedelem. Ez nagyon fontos. Megértenetek ezt is, hogy ezek a lovak együtt járnak. Ezért én ezt hiszem, és azt is hiszem, hogy csak egyedül a Jézus Krisztus az, aki győzve győz, senki más, és azt is hiszem, hogy a fehér ruha és a tisztaság az csak az övé. Fel tud öltözni a sátán egy fényes ruhába. Én ezt nem kétlem.
de fehérbe soha. Báránybőrt fel tud venni, de fehér ruhát soha. Mi ez a következő? Nagyon fontos az is, hogy a rajta ülőnek íj volt a kezében. Akarjátok tudni, hogy mit jelent ez az íj? Ugye az íj, az nem más, egy olyan eszköz, amivel nyilakat szoktunk kilőni. Olvastátok már Isten igéjébe, hogy egy fényes nyillát tett engem az Úr. Hogy olyan a nyílvessző, így van, mint ifja a hősnek a kezében. Azt hiszem, hogy az íj nem más, tehát sorba mondom, a ló a Szentlélek, én úgy hiszem, a rajta ülő az ige, és az íj maga töményen az evangélium. És tudod, hogy kik hirdetik az evangéliumot? A nyilak. Kilövi Isten az ő szolgáit a világ minden részére, és meg van írva, hogy addig nem jön el a veszedelem, addig nem jön el a vég, amíg az evangélium be nem járja az egész földet. Át meg átjárja, és hányan látjátok, hogy Isten annyira szereti az emberiséget, hogy népeket, nemzeteket újra is meglátogat. Megkísérli megint és megint. Úgy hiszem, hogy Európába is jönni fog megint ez a fehér ló. Csak ehhez most kell egy polgárháborús helyzet, hogy Európa büszkesége, keménysége megtörjön, és Istenhez forduljanak, és jönni fog a fehér ló. Csak nekünk nem előtte jön, hanem utána, a háború után. Tehát nem egész világháborúról beszélek, hanem helyi polgárháborúról beszélek. Úgy gondolom, hogy semmi, de semmi nem tudja megtörni a beképzelt, büszke, gazdag Európának a szívét, csak hogyha meglátják, hogy a háborút nem 1000 kilométerre vívják tőlünk, hanem itt vívják. Akkor Istenhez fognak kiáltani. És fogja küldeni az Úr a második ló után az elsőt. A fehér ló fog jönni. Dicsőség az Úrnak. Ez az így tehát, úgy gondolom, az evangélium, és a nyílvesszők, az Isten evangelistái, gyermekei, szolgái, akiket Isten küld a népekbe, nemzetekbe, kilő minket az Úr. Elküld minket az Úr. Betölt minket az Úr. Céllal, hányan hiszitek, hogy céllal hívott el a Jóisten bennünket? Hogy beletett a nagy hős, a mi Istenünk a nyilába bennünket, és oda küldött, és észrevettétek azt, amikor az evangéliumot hirdetjük, vannak emberek, akiknek a szívét eltalálja. Milyen az evangélium? Olyan, mint egy nyílvessző, hogy a te szádban egy evangélista, egy evangéliumot hirdető embernek a szájában az ige olyan, mint a nyílvessző. Betalál a bűnös szívekbe, és megsebzi őket. Hányan éreztétek ezt ugyanezt, mint én is, hogy eltalált az Úr evangéliuma, eltalált Istennek a beszéde, és megsebzett engem, és éreztem, hogy bűnös ember vagyok, de miután megtértem az Úrot, meggyógyította az Úr az én szívemet. Ő megsebez, és be is kötöz. Ő megsebez, megsebzi az embert, azt mondja, ember, Isten káromló voltál, ember, Isten gyűlölő voltál, de most itt vagyok előtted, és csak engem káromoltál, engem szittál, és az ember összetörik, azt mondja, Uram, bocsáss meg, nem tudtam, hogy létezel. Az összes bűnömet, fáj az ember szíve. De amikor az Úr mit csinál, amikor elmondjuk a bűneinket az Úrnak, megbocsájt, és letöröl a szemünkről minden könnyet. Mert megsebez. Mert az evangélium nem játék. Az evangélium nem egy koktél ital, hanem egy nyíl, amely eltalálja az emberi szíveket. Nyílveszőkön repíti oda az Úr az igéjét embereken, akik hajlandók oda menni, azt tenni, amit Isten akar. És mit csinál a nagyhős? Tudja, hogy hol akarja eltalálni a szíveket. Hányan hiszitek, hogy Isten benneteket használ, mint nyílakat? Hős, nyillá, fényes nyillá tett engemet az Úr. Használ engemet az Úr a családomba. Használ, és lehet látni, hogy betalál az ige. Sokszor eltalál el egy ember, és nem érdekli, nem foglalkozik vele. Néhány esetben pedig végre eléri a célját. Megtalálta az Úr. Eltalálta, és onnan stőzve nem kell fel, hanem meghal a régi életének, és feltámad egy új életre.
Az első pecsét tehát úgy gondolom, hogy már 2000 éve nyitott. Úgy gondolom, hogy a ló jár. Úgy gondolom, hogy van olyan nemzet, tehát még egyszer ismételem, ahol először az evangélium lovasa ment, a Szentlélek megy, az Isten igét hirdetik, jönnek a nyilak, ami kilő ez a nyilas, az ige kilövi az ő szolgáit, kilövi, betölt bennünket az ő beszédével, és dicsőség Istennek, hogy embereket talál el ma is, hányan vagytok hálásak ezért, dicsőség Istennek, és van olyan, amikor pedig a nyomorúság, a háború, meg egyebek, mert ugye több lóról van itt írva, ugye még van ezen kívül három ló, és miután az emberek a nyomorúságba kerülnek, utána fordulnak Istenhez, és akkor jön a fehér ló. Mit szeretnék még erről elmondani? Azt mondja, figyeljetek, és adatik néki korona. Szeretnétek ezt is megtudni, mit jelent? Amikor a názareti Jézus Krisztus, mint Isten báránya, itt volt a földön, és harcolt a sátánnal szemben, mi adatott neki? Tövis korona. Miután felment a mennybe, megkoronázták őt, milyen korona adatott neki? A dicsőség koronája. Dicsőség Istennek. Tehát innen is tudom, hogy ez már a feltámadás után történt. Dicsőséges korona van Jézuson. Hányan mondtok hallelujját? Győztes korona van. Ő a győztes, ő a győzelemnek az Istene. Ő az Urak Ura és a Királyok Királya. Hatalmas, dicsőséges korona van rajta. Adatott neki egy korona. Ki jött győzve, győzzön. És nem csak, figyeljetek ide, miért mondja a totális győzelmet? Mert az első nagy győzelmet Jézus a bűn felett és a sátán felett aratta. Az utolsó nagy győzelmet megint fogjuk látni, hogy a halál fölött, az Antikrisztus fölött, a sátáni erők fölött újra győzni fog. Dicsőség Istennek! Újra győzni fog. És ez egy totális, teljes, visszafordíthatatlan teljes győzelem lesz. Mit mond a Dániel könyve? Hogy amikor a kicsikő lejön a mennyből, véget vet az emberi királyságoknak, legyőz mindent, és az ő királysága soha többé nem ér véget. Amen. Ez jelent, hogy győzve győzön. A király érkezik, nem tövis koronával. Tudod, mit jelent? Hogy az első érkezése tövis koronáért lett. Az lett a jutalma a megváltónak, a szabadítónak, hogy az emberiség egy tövis koszorút adott neki. Egy tövis koronát. Tudod, és tudod, miért történt ez? Mert először a Jézus Krisztus. Tudod, a Biblia ír 7 évről. Figyeltétek? 7 év. Az első 3,5 év akkor kegyeget le Jézus életében, mert ez a 7 év az Antikrisztusnál is megvan, és megvan Jézusnál is. Az Antikrisztus csak azt utánozza le, amit Jézus Krisztus már megcsinált. Tehát ő azért találta ki ezt a 7 évet, és azért adatott neki ez a 7 év, mert Jézusnak is 7 év adatik. Az első 3,5 év a szolgálatában mikor adatott? Amikor eljött megváltóként, szabadítóként, tele írgalommal és szeretettel, és letette az életét, hogy minket megváltson. Ez az első 3,5 év. Mondjatok egy álmát. Ez az első 3,5 év. És utána pedig le van írva a Bibliában, ugye a többi pecséteket ugye sorba olvastam, majd fogjátok látni, hogy eljön a második 3,5 év is, amikor visszatér és bünteti, és ítéli a nemzeteket, ez a második 3,5 év, a 7 évnek a második 3,5 éve. Ami büntetésként, mert figyeljetek ide, azért nem olvastam fel a 7. pecsétet, mert közben valami történik, trombiták lesznek megfújva. Ugye most nincs időnk a trombitákról beszélni, mert még éppen csak a pecséteket kezdtük el, de közben ítéletek jönnek, és már most mondom nektek, hogy amikor majd oda jut az emberiség annak idején, ugye abban az időben nem az irgalmas Jézus fogják látni az emberek, hanem a bosszúállásának a napját. Hogy akik nem tértek meg, Isten bosszújából fognak részesülni. De látjátok, hogy először a kegyelem jön? Először mindig az irgalom jön? Először mindig a szeretet jön? Hányan örültek ennek? Soha nem jön először egy csapás. Először mindig az irgalom. Isten így akarja, mindig így akarja. Így ez az ő eredeti terve. És nagyon-nagyon-nagyon fontos az is, hogy megértsük azt, hogy ugye a trombiták, amikor fognak szólni, látjátok azt, hogy jönnek a
ugye az ötödik, hatodik, különösen a hatodik pecsét feltörésénél olyan mértéki természeti katasztrófák jönnek az emberiségre abban az időben majd, ugye ez még tőlünk messze áll, amikor az emberiségnek ugye először itt írja, hogy ez egy negyed része, de majd később írja, hogy arra is jön ez egy harmad része. Összesen összeadva az emberiségnek az 50%-a sajnos meghal. A Biblia szerint. Ez jelenleg most több mint 4 milliárd ember. Négy eszközzel megy ez végbe. Ugye, majd erről fogunk beszélni, mikor odaérünk ez a lóhoz, csak agy mondjam előzetesként, hogy az egyik a háborúk, másik a dökhalálok, fertőzések, járványok, harmadik éhségek, összecseréltem, és a negyedik a vadállatok. Tudjátok, hogy ma a legtöbb betegséget, a legsőbb bajt állatoktól kapják el az emberek. Én így értem. Vagy éhség idején mit csinálnak a vadállatok? Lakott helyekre mennek, hogy kapjanak valami ennivalót. De egyrészt ölni fogják az emberiséget, az állatok, amelyek nem tudnak enni, másrészt pedig, amikor emberek közé húzódnak, akkor mindig fertőzéseket adnak át. És az emberek állatokat esznek. Mindent megesznek. A Biblia leír olyan éhségeket, amikor csecsemőket ettek meg, amikor galamb ganét ettek, olvassátok a Bibliában. Még van időnk, egy 10 percünk, megengeditek, hogy a második pecsétet is elsoroljam? Aztán majd folytatni fogom a jövő vasárnap. Nézzük a második pecsétet. Azt mondja, látám, és ívét, és amikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második élőlény ezt mondá, jöjj és lásd. És eljöv egy másik veres ló, és aki azon üle, megadaték annak, hogy békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adaték annak egy nagy kar. Mit mondott Jézus Krisztus, milyen proféciát mondott a Máté 26-ban? Ki emlékszik rá? Hogy miután ő elhagyja a földet, míg vissza nem jön, folyamatos háborúságok lesznek a földön. Nép nép ellen, nemzet nemzet ellen fog támadni. Nem lesz világháború a földön, de a háborúk nem maradnak abba. Valahol a földön mindig háborúzni fognak az emberek. Vagy etnikai háborút vívnak, amikor a nemzetek gyűlölik egymást. Láttatok ilyet, amikor egyik nemzet gyűlöli a másikat? Vagy gazdasági háborút vívnak az olajért, az aranyért, vagy akármiért. Vagy egyszerűen olyan konfliktusba keverednek, amikor egy olyan megoldatlan helyzet, konfliktus áll előttük, amit nem tudnak másképp megoldani, úgy gondolja. Ezért folyamatos háborúk zajlanak, ezt mondta Jézus, mert mit is jelent ez a ló? A veres ló nem más, mint a háború és a gyilkosságnak a szelleme. Jézus Krisztusnak a feltámadása után és mennyben menetele után, ha őszintén megnézzük a világtörténelmet, egyértelműen igazat kell adnunk a Bibliában, hogy a háborúk, a gyilkosságok a híradóknak a címoldalán vannak. Nézzétek meg! Miért változott meg annyira a világ? Ma a híradóknak a legnagyobb híre nem az, hogy kérem szépen, jó volt a búzatermés, az árpa is jó volt, és nézzétek, hogy milyen csodálatos időjárás van, nem ezek a híreknek a címoldalán, hanem mik vannak, folyamatosan, hol van háború, mennyi embert öltek meg, és folyamatosan ezzel. Ugye régebben nem volt ilyen televízió, nem volt ilyen média, csak a helyi villongásokat látták az emberek. Most viszont hallanotok kell háborúkról és háborúk híreiről, tehát a Biblia már akkor megmondta, hogy lesz egy média, lesz egy újság, lesz egy televízió, lesz egy internet, ami állandóan ezt fogja mondani. A hírek hallása az, ami nagyon veszélyes. Miért? Mert ettől félnek az emberek. Észrevettétek, hogy amikor az ember sok ilyen híreket hallgat, akkor sokszor rájön a félelem? A hírek hallásától félnek, és ettől van az, hogy sokan a félelem miatt meghalnak, elhalnak, vagy olyan betegségek jönnek az életükbe, amik a félelem miatt adatnak. Ezért azt gondoljuk, hogy ez a veres ló,
a háború gyilkosságnak a szelleme, amely szintén járja a vidéket, és úgy gondolom, hogy Krisztus után 70-ben indult el, amikor Jeruzsálemet rombolták. Azóta ez a ló megy. Jézus azt mondta, hogy majd kőkölyön nem marad, és utána elkezdődik majd a veszedelem, és hallanatok kell folyamatosan háborúkról, háborúk híreiről, stb. Nép ellen, nemzet ellen, stb. A második nagyon fontos, hogy ki a lovas, nagyon-nagyon fontos ez is, hogy ezt is meglássuk. A lovasa ennek az a szellem, aki az embereket gyűlöletbe és haragba és indulatba viszi. Tehát egy olyan szellem lovagol a háború és gyilkosság szellemén, ami az embereket folyamatos konfliktusba, gyűlöletbe és haragba viszi. És érdekes egyébként, hogy hogyan hozza a különböző eszméket, különböző tanításokat, és észrevettétek már, hogy például egy tüntetés, ami megy az utcán, és mondjuk tüntetnek valaki ellen, hogy csak egy halszáj választja el sokszor, hogy éppen nem vesznek elő kést és fegyvereket az emberek. Mert a szellemnek még nem sikerült behozni a lovat. De előtte jön a lovas, aki eszméket csinál, konfliktusokat csinál, indulatokat gerjeszt, érted? És ha sikerül neki, akkor bevezeti a lovat, amely a háború és a gyilkosság szelleme. És úgy gondolom, hogy hányan vagytok olyanok, akik hálát adtok a jó Istennek, hogy ez a ló még elkerült minket. De a lovas már itt van. A legutóbb itt lovagolt mellettünk, Ukrajnába. Nem messze, és még mindig ott van. Nézzétek a határainkon, ha most fel lesz építve ez a határ, csak a jó Isten tud megőrizni bennünket, hogy ne legyen valami fegyveres konfliktus. Amikor 10 000 ember fel fog gyűlni, azok az emberek bármire képesek, elkeseredésükbe. Csak fel kell őket gerjeszteni, értitek? Ki használja ez a szellem a szituációkat és a helyzeteket? És nézzétek meg a második világháború, hogyan indult el, nézzétek meg az első világháború, egy esemény történik, amit az emberek nem tudnak földolgozni, mert nem ismerik Istent, és felgerjeszti a szívüket egy bosszúra, egy gyilkosságra, egy cselekedetre, és utána kezdődik egy háború. Tehát a második ló is jár. Ezzel fejezem be a mai tanítást. Hányan vagytok, akik eddig tudtátok követni ezt a szolgálatot? Tehát a második ló is jár a világban össze-vissza, nemzetről nemzetre, népről népre, és járt Afrikában nagyon sokszor, Ázsiában, Dél-Amerikában. Ő az, aki háborúkat szít, gyilkosságokat csinál, és folyamatosan csinálja az indulatokat az emberek életében. Nincs nyugalom, megadatik neki, hogy a békét elvegye a földről. Ahova beteszi a lábát, ott elveszi a békét. Nyugalom, és figyeljétek meg, hogy mi történik most Európában. Érzitek a szellemetekben, hogyan veszi el a békét? Már zaklatottak az emberek. Már nyugtalanok. Már idegesek. Már nem fogadnak szót. Már szaladnak, már futnak. Valami nyugtalanság itt van. Nagyon imádkozunk el azon, hogy innen minél messzebbre menjen ez a ló. Nagyon-nagyon imádkozunk el ezért. Azt mondja, elvegye a békességet a földről, és hogy az emberek egymást öljék, adatik neki egy nagy kard. Úgy gondolom, hogy az egyik oka annak, hogy nagy kard adaték ennek a szellemnek, tudjátok micsoda? Vagy az egyik ok az, hogy elutasították az evangéliumot, és azt hiszem, hogy Amerika és Európa egy polgárháború előtt áll, mert elutasította az evangéliumot. Azért adatik neki, mert előtte jött a fehér lovas, de nem fogadták el. Elzavarták. Nem kellett nekik az Isten békessége. Hányan mondtok egy ámen, mikor a fehér ló és a fehér lovas jön, a Szentlélek dolgozik egy nép életébe, Isten igéje hirdetetik, és a nyíl eltalálja az emberi szíveket, akkor ott békesség van. És amikor nem kell az igazi békesség, akkor mit mond a sátán az embereknek? Mit akar ez a sátáni szellem? Vívjatok egy háborút, és majd azután lesz békesség.
Igazából addig nem lesz békesség, ha nem hívtok egy újabb háborút, nem győzitek le azt, aki miatt nincs békességetek, és felgerjeszti az emberek, népek, nemzetek szívét, hogy győzzék le, és a békességet az hazudja, hogy a békességet háborúval lehet elérni. De mivel lehet az igazi békességet elérni, testvéreim? Igazsággal. Hányan mondtok ámen? Kordusként, borban az út szélén, életem ott hever, míg egy nap eljöttél, és megnyílt szemem, hogy végre lássak én, hogy megmutasd rajtam Isten dicsőségét. Mióta megszólítottál, életem téged kicsit, sorsom a győzelem, mert lelked bennem él. Fiat két hozzám futok, hajlékod nyitva áll, mert szívem megnyitottam, kegyelmed rám talál. Yeah,